ez. Sziasztok! Mai videómban az északi tengerhez viszlek el benneteket. Whitby a város neve, ahol vagyunk, Yorktól 1,5-2 órányira. Megnézzük mai videómban azt, hogy hogyan pihennek az angolok a tengerparton. De először is általában bérelnek egy ilyen deckchairt, ahol éppen Ellen szunyókál. Ez mindössze 2 fontba kerül, és egész nap itt lehet szunyokálni, nézni a hullámokat, mert hogy más nem igen történik itt. Ahogyan azt is láthatjátok, legkevésbé fürdeni, úszni jönnek ide a britek, sokkal inkább a tengert bámulni, újságot olvasni, illetve a homokban játszani. Láthatjátok, hogyha elnézünk a sziklák felé, akkor itt gyerekek pancsolnak, homokvárat építenek, aztán sárkányt röptetnek, és a hullámokban ugrálnak. Hát kb. Ez történik itt a tengerparton, tehát szörfözésről, úszásról, vitorlázásról itt szó sincsen. Még pár érdekesség, amikor a britek kijönnek a tengerpartra, akkor hagyományosan fish and chipset esznek ebédre, vacsorára, és hozzá, vagy utána jégkrémet esznek, illetve a gyerekek hagyományosan itt is a vattacukrot preferálják, ami mindenféle színben megtalálható. Az angolok körében 30-40 évvel ezelőtt sokkal népszerűbb volt a tengerparti nyaralás, tehát azt, hogy az északi tengernél saját hazájukban nyaraltak. Mostanra azonban rájöttek arra, hogy Spanyolországban, Portugáliában, sőt Franciaország egyes részein is olcsóbban tudnak egy hetet eltölteni, mint itt a tengerparton. Mivel Whitbyben vagyok, még 2 érdekességet elmondok nektek a városról. Az egyik, az a város egyik nevezetessége, ez az apátság. Hogy miért érdekes? Azért, mert ez az apátság ihlette meg állítólag Bram Stokert a Dracula sztori megírására. Aztán nagyon szép még itt ez a világító torony. De a város másik érdekessége az az, hogy itt született Cook kapitány, aki Ausztráliát felfedezte.